Magyar világbajnoki cím evezésben a Simon Béla Juhász Adrián duó Kollát Vandával kiegészülve aranyérmet szerzette a kormányos kettesek döntőjében a floridai Sarasota Bradentonban zajló világbajnokságon. A Pénzügyőr tavalyi Európa-bajnok páros a féltávnál még csak negyedik volt, de nagyot hajrázott. Ez a magyar evezősport negyedik világbajnoki elsősége, és az első 2005 óta. A kormányos kettes egyébként nem olimpiai szám. Érdekesség, hogy a döntős mezőnyben egyedül a magyarok kormányosa volt női versenyző, és Kollát Vanda az első a sporták történetében, aki nőként férfi hajóban lett világbajnok. Az volt a taktikánk, hogy egy kicsit erősebben kezdünk, mint szoktunk, mindig nagyon beragadunk a rajtba. És nagyon nagy szerencsénk van, hogy a francia csapat kiesett a középfutam során, és ezért meg tudtuk kapni a hajójukat, ami egy ideépítési hajós rendkívül nagyot dobott a sebességünkön, úgyhogy ezúton is nagyon hálásak vagyunk érte. És továbbá ugye az volt még nagyon fontos, hogy egy jó utazót eltaláljunk, körülbelül egy perc környékén váltottunk, és utána még az utolsó 1000 méterre azt beszéltük, hogy lesz, ami lesz, megyünk, ahogy bírunk, és szerencsére meg is tudtuk valósítani azt, amit elképzeltünk. Választanunk kellett egy kormányost, így hogy eldöntöttük, hogy Coxpárorozunk, és szerencsére pont aztán az idei évtől megengedte a FISA, hogy legyen női kormányosunk, és kézenfekvő volt, hogy az egyikünk barátnőjét választjuk, így Vanda pont szabad volt, úgyhogy ő ráesett a választás. Valami hatalmas energia volt a hajóban, hihetetlen volt egyszerűen. Éreztem, ahogy túl a fiúkban az erő, és hogy sikerülni fog és menni fog. És én ugye láttam is az előttünk haladó egységeket, úgyhogy itt a végén már éreztem, hogy nem tudják őket megállítani senki. Úgyhogy nagyon király volt.